gyerekkoromban szerintem minden srác azért futballista szerettem volna is lenni. Ki is próbáltam, sokat edzettem rá, de rájöttem egy pár év után, hogy nagy karrier nem vár rám. És magyarul utána, rossz focista voltál? Hát, ha nem is rossz, azért nem estem át a saját lábamon, de azért jó se voltam, tehát biztosan jutottam volna el NB1-es szintig sem. Uh-huh. És azért volt jó, hogy édesapám játékvezető volt, és ő mutatott egy olyan példát, ami egy jó opció volt arra, hogy bemaradjak a labdarúgásba, ha nem is játékosként, legalább játékvezetőként. Hát egy alapfokú tanfolyamat kell mindenkinek elvégezni, ami most például decemberben indult, és országszerte azt hiszem több mint 900-an jelentkeztek ebben az évben erre a tanfolyamra, és utána az élet a legnagyobb rendező, hiszen el kell járni a meccsekre, és aki sikeresebb, az hosszú ideig a pályán marad, aki bírja a kiképzést, az akár eljut az NB1-ig is, és én is így jártam végig a szamárlétrát, tehát 9 évig tartottam még a megyei osztályokat, az NB3-at túlélve, az NB1-ben is meg tudtam mutatkozni, és utána pedig el tudtam jutni a FIFA szintre, és onnantól kezdve újra lépcsőket kellett újra végig és végigmászni. Minden mérkőzés azért egy nagy feladat. Már elérni az NB3-as szintet már az egy óriási teljesítmény, hiszen több mint 3000 játékvezető van Magyarországon, és közülük mondjuk csak 20-an vezetünk az NB1-ben, tehát az is óriási eredmény szerintem. És az NB1-be vezetni az óriási kihívás és szakmai elismertség, hiszen én is már 180 meccset lenyomtam az NB1-ben, tehát azért erre is büszke vagyok, hogy nem csak a külföldi meccsekre, hanem a is elértem. Hát ilyenkor, amikor nincsenek bajnokságok, ugye december jönában nagyon sok szavazás, nagyon sok ranglistát adnak ki. Szoktak rangsorolni a szurkolók, az újságírók, a játékosok, a játékvezetők. Nagyon sokféle ilyen szavazás van, és azért nagy öröm, hogyha egy szavazáson az ember első, hiszen sokkal jobb, mint utolsónak lenni. Hát a legutóbbit az például egy ilyen statisztikával foglalkozó nemzetközi szervezet döntött el. Különböző kritériumok alapján döntik azt el, hogy abban az évben ki érdemelték ezt. Hát majdnem minden nap, tehát valamilyen mozgást mindig be kell iktatni. Vannak központi edzéseink, amikor az edzőnk segítségével itt Budapesten végezzük a gyakorlatokat. Aki nem fővárosi, az vidéken megkapja az edzésprogramot e-mailen, és ugyanúgy csinálhatja otthon. Emellett ez van a kiegészítő sportágok, amiket lehet csinálni, és fontos az, hogy nem csak fizikálisan kell rendben lenni, hanem a szakmai szabályokat is tudni kell. Uh-huh. Ezeket is fontos, hogy frissíteni kell, rengeteg meccset meg kell nézni, ezek mind része a felkészülésnek. Tudás. Családot még nem alapítottam, de azért rajta vagyok a kérdésen. A legfontosabb az, hogy nekem legfontosabb most a játékvezetés, és ott szeretnék sikereket elérni. Sok játékvezetőnek a magánélete, meg a munkája is áldozatul esik ennek, hiszen annyira szeretjük ezt a szakmát, ezt a játékvezetést, hogy szinte mindent föl tudunk áldozni érte. Több mint 1000 mérkőzést vezettem már a pályafutásom során, tehát rengeteg olyan élmény van, ami beúrik, hogyha visszagondolok. Hát azért egy olimpián vezetni, azért azt nem minden nap lehet, világbajnokságon részt venni, az se mindenkinek adatik meg. BL döntő az egyértelmű, hogy egy csúcspontja volt a karrierünknek, és ezek a legnagyobb mérkőzések, emellett még számtalan élmény van, amire visszagondolok, visszalapozgatok, fényképeket megnézek, akkor jó érzés visszagondolni rá. Legjobb az, hogyha senki nem jön oda hozzánk, és nem reklamál, hiszen mi úgy szeretnénk tenni a dolgunkat, hogy senki nem emlékszik rá a meccs lefújása után, hogy ki volt a játékvezető, és éppen hogy működött. Az a legjobb, hogyha ilyen szürke egérként minket elfelejtenek a meccsek után, úgyhogy ilyen mez cserésztorit azt nem tudok sajnos mondani. Okay. Hát úgy gondolom, nagyjából az elmúlt évek során azért már egyszer-kétszer találkoztam szinte mindenki, aki számít az európai és a világ labdarúgásában. Azt nem mondom, hogy előre köszönöm mindenki, de azért már szerintem a nevünket már ismerik, a magyar csapatnak a nevét már azért tudják. De nem kell semmi extra gondolni, tehát azért nem hajbókol senki, nem szól oda senki meccs előtt, hogy éppen hogy vezessünk, ugye teljesen normális, mindenki törődik a saját dolgával, de elfogadják és tisztelve tartják azt, hogy vezetjük a meccset. A legfontosabb most az, hogy decemberben kvalifikáltuk magunkat az Európa-bajnokságra, ugye ott még soha nem vezettünk mérkőzést, bár tartalékbíró már voltam az előző EB-n. Most az lenne a legfontosabb, hogy ezt az EB-t tudjuk úgy levezetni, ahogy mondjuk tettük azt a világbajnokságon, tehát azokat a mérkőzéseket, amiket kapunk, azokat jól megoldani és kevés hibával. Úgyhogy ez a most a nagy motivációnk, és itt szeretnénk újra helytállni, hogy ha már a csapatunk nem jutott ki a válogatott, legalább mi kint legyünk és jó teljesítményt nyújtsunk majd. Alapvetően azért a játékvezető a csapatnak a főnöke, tehát ő hozza meg a legnagyobb döntéseket, a többiek ugye segítenek neki. Ez egy tiszta hierarchia, mindenki tudja a helyét ebben a csapatban. Nem gondolom, senki sem lenne, tehát nem gondolom, hogy irid lenne akárki is erre. Ez nagyon sok felelősséggel is jár, hiszen azért így több felelősség és munka hárul rám ezzel, hogy több helyen kell képviselni ugye magát a csapatot, de úgy gondolom, mindenki tudja a szerepét, és ezt elfogadja, és örül mindenki annak, hogy csinálhatja. Két dolog van, ugye egyik az a kötelező továbbképzések, amikor edzőtáborra vonulunk és rengeteg videót megnézünk az elmúlt hetek, hónapok mérkőzéséből, és abból kell tanulnunk azokból a hibákból vagy jó döntésekből. A másik pedig az, hogy az embernek mindig van egy szakmai kíváncsisága, hogy nézi a meccseket folyamatosan, abból lehet sokat tanulni. A másik pedig az, hogy sokszor videókat küldünk egymásnak, és mi NB1-es bírók próbáljuk megtalálni a jó megoldásokat. Tehát próbáljuk magunkat így is képezni.
Ha a kamerák megmutatják, hogy hibáztunk, akkor nem lehet nem önkritikusnak lenni. Ilyenkor azért nem egy jó érzés, hiszen azért senki nem szeret a munkájában hibázni, legyen szó akár mondjuk egy operatőr, vagy akár egy újságíró. De hát sajnos ez ezzel jár, tehát hogyha valaki járgatésre adja a fejét, az tudja azt, hogy hibátlanul nem lehet, és sokat kritizálják esetleg, akár jogosan, akár jogtalanul, és a másik pedig azért sok kamera pedig megmutatja azt, hogy ténylegesen hibáztunk. Most egy tesztet fogunk lefutni, nagyon frankó teszt lesz, úgyhogy ezt, aki megcsinálja velünk, annak gratulálunk.